Sziasztok! Itt vagyunk az idei Cosplay Farsangon, és Fekete Danival fogunk beszélgetni. Sziasztok! Ugye régebben az Egy Akatsuki életével váltál híressé, még mindig üzöd az ilyesfajta videókat, vagy most már másik vonalra tértél át? Videókkal már leálltam egy ideje, mostanában ugye a képregény bizniszben tolom az ipart. Egész pontosan 2014 május óta lett kiadva ugye az első szám, és azóta megy. És ugye az Egy Akatsuki életének is már egy spin-offja elkészült képregény formában. Mesélj nekünk kicsit ezekről a képregényekről. Hogy kerültél bele ebbe a világba, és hol tartasz most? Már amikor az Egy Akatsuki életét készítettem, akkor is kicsit zavart, hogy meg volt kötve a kezem, mert ugye az egy paródia volt. Egy meglévő dolgot kellett kiparódizálnom, és mindig hiányzott az, hogy egy teljesen saját, egy teljesen hozzám köthető dolgot alkossak, és ezért gondolkoztam abban, hogy jó lenne ugye egy saját sztori, kitaláltam ezt a széles mosolyt, és először egyébként animációban kezdtem el megalkotni, viszont rájöttem, hogy kegyetlen sok meló van vele, hogyha igényesen próbálom megalkotni, és nem Egy Akatsuki élete szinten. És ezért tértem át inkább a képregény koncepcióhoz. Aztán szépen lassan belejöttem, és most már abszolút a szívem csücske. Mindig egyedül dolgozol, te csináld ezeket, vagy esetleg van benne partnered? A sztorit, illetve a rajzolást, tehát hogy magát a széles mosolyt, azt én gyártom, viszont ugye van egy szerkesztőm, aki segít a nyomdakészre alkotásban, illetve most már talán kijelenthetem, mert eddig titkoltuk, hogy készülnek spin-offok is a széles mosolyhoz, amit külön-külön emberkék fognak legyártani az én nagyon kicsi részvételemmel, hogy megadok nekik egy kis sztori vonalat, ők dolgozzák ki, ők rajzolják meg, és akkor a főszállal párhuzamosan lesznek melléksztorik is. Mikor várhatjuk ennek a megjelenését? Az első valószínűleg nyáron fog érkezni, a második pedig ősszel, tehát így egymás után fognak debütálni. Hogy jutottál arra a konszenzusra, hogy így megoszd többekkel gyakorlatilag ezt? Kicsit üzenni is szeretnék, hogy tehát sok olyan dolog szorult belém, amit azért jó lenne így világgá kürtölni, és talán ez a legjobb, legegészségesebb formája ennek, hogy történetet alkotok belőle, és akkor ezáltal kicsit megnyílok mások felé. Úgyhogy ez motivál leginkább benne. Mennyire szokott ilyen alkotói válság érni téged, hogy mindig tudsz így néhány részsel előre gondolkodni? Hát most lehet, hogy ez nagy képű fog hangzani, de nem, nem szokott alkotó válságom lenni. Maximum kedv hiány. Mert én nagyon sok alkotóval ellentétben nem igazán vagyok maximalista. Tehát én általában, amit megcsinálok, azzal, hogy úgy vagyok, hogy hát ez jó lesz így. És szerintem emiatt is van az, hogy nem szokott alkotói válság kialakulni bennem, mert hogy ami először eszembe jut, azt úgy meg is alkotom. Viszont tényleg, hogyha nincs kedvem, akkor nincs az Isten, hogy nekiálljak rajzolni. Sajnos az előző nyaram az így is telt. 3 hónapon keresztül semmit nem rajzoltam, nagyon büszke vagyok magamra. Úgyhogy most ezerrel teperek, hogy behozzam a lemaradásomat. Mikor tanultál meg így rajzolni? Úgymond, vagy képezted magad, vagy ez csak ilyen veled született adottság? Képeztem is magam, rajzos suliba jártam, de nem nevezem nevén ezt a rajzos sulit, nem volt feltétlen annyira elit hely, konkrétan a felvételi abból állt, hogy vinni kellett saját rajzot, és leokézták, hogy te kell lesz nekünk. Úgyhogy az ottani képzés az olyan kis lightos volt, úgyhogy inkább azt mondanám, hogy örököltem a dolgokat, mert anyai ágon mindenki tudott rajzolni, festeni, faragni, minden egyéb bizbaszt. És tehát, hogy papám, anyai papám volt olyan, hogy őtőle nagyon sok mindent tanultam. Ezt egyébként a Széles Mosoly képregényben is egy ilyen kis minisztoriként leírtam, folytatásos minisztoriként, hogy például ő játszott velem kiskoromban olyanokat, hogy lefestett
kis állatokat, tehát hogy realisztikusan, kivágta kis kartonon, rárakta a hurkapálcikára, és kivitt az erdőbe, és kezembe adta, hogy mindegyiket szúrjam le oda, amilyen élő világába elképzelem. Szóval nagyon sok ilyen kis játékos folyamattal áldott meg, és ezek azért nagyon sok nem feltétlen rajzolási ihletet, hanem inkább a rajzoláshoz való gondolkodáshoz adott ihletet. Úgyhogy ezekből alakult ki leginkább a rajztudásom. Nagyon érdekesen hangzik. Milyen tanácsot adnál egy olyannak, aki most akarna belevágni a rajzolásba? Leginkább azt, hogy mindent figyeljen meg. Mert azt észrevettem, hogy a legtöbben, akik félnek rajzolni, vagy netalán nem tudnak rajzolni, azoknál az a probléma, hogy nem tudják megfelelően megfigyelni azt, amit leszeretnének rajzolni. Tehát, hogy mit tudom, hogy az árnyékolás hogyan működik, az anatómia hogyan működik, mert egyébként, hogyha megérted azt, amit meg akarsz rajzolni, akkor onnantól brutál könnyű a dolog. De komolyan. Tehát a tehetség az egy nagyon relatív dolog. Úgyhogy leginkább szerintem ez fejben dől el, hogy ki tehetséges és ki nem. Úgyhogy tényleg mindenképp az, hogy meg kell érteni azt, amit meg akarunk rajzolni. Mennyire volt nehéz ebbe a képregénypiacra úgymond betörni? Hát a legelején nagyon nehéz volt, mert ugye abszolút nem tudtam, hogy ez hogyan működik. Eleinte kiadókat próbáltam keresni, viszont a magyar kiadóknak a nagy része nem igazán foglalkozik amatőrökkel, hanem ugye inkább a bevált képregényeket lovagolják meg, tehát mint Batman, Pókember, tehát a amcsi cuccokat. Így, tehát elkezdeni nagyon nehéz volt. Akkor találkoztam a Comics Mániának a fejével, az Orosz Lacival, és igazából ő karolt fel ilyen, nem is tudom mi a jó szóra, egy ilyen kis társ munkás lettem a mellette, és onnantól igazából már annyira nem volt nehéz. Tehát, ugye, ha megvan az embernek a megfelelő közönsége, onnantól igazából szerintem pofon egyszerű a dolog. Ha van érdeklődés, akkor onnantól nem nehéz betörni. Mennyire csinálod ezt munka mellett, vagy esetleg ebből meg is lehet élni? Mindig azt szoktam mondani, hogy meg lehet belőle élni, de nem lehet jól megélni belőle. Tehát, hogy én is nagyon sokszor szoktam emellett más munkát is vállalni. Párod, hogy viszonyul ehhez, hogy otthon rád jön az ihlet, és mondjuk leülsz néhány órára rajzolni? Egyelőre még külön élünk, úgyhogy maximum akkor szokott probléma lenni, amikor túl sokszor vágyunk egymás társaságára, és így a rajzolás az egy idő után elévül. De egyébként már volt olyan, hogy együtt töltöttünk egy olyan napot, hogy én végig rajzoltam, ő meg csak gubbasztott mellettem, tudom én matekozott, hogy fene tudja, mit csinált. Úgyhogy szerintem tökéletesen megvan a harmónia, nem szokott ebből probléma lenni. Foglalkoztatta esetleg párodat is a rajzolás, vagy ő így nem vágott még bele? Már egy ideje együtt voltunk, amikor így egyszer csak kiderült, hogy úgy tök jól tud rajzolni. De sose szokta fitoktatni, mert tehát tök tipikus rajzos alkat, aki nincs megelégedve a rajzaival, mert mit tudom, nem tud készfejet rajzolni. És egyébként sokszor volt már olyan, hogy rajzolt nekem valamit. Volt, amit megmutatott, volt, amit úgy találtam meg, mert titkolta. Úgyhogy egyébként a Széles Mosolyba is rajzolt már egy fanartot. Tehát, hogyha kicsit noszogatva lenne, szerintem simán tudna valami, ha nem is karrier, de valami kis saját rajzos dolgot elindítani magának. Úgyhogy ennyi, ebben is egymásra találtunk. Tehát megköszönjük neked az interjút, és sok sikert kívánunk a továbbiakban is. Sziasztok! Sziasztok!